Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ugye ingatlan kezelés vállalunk Győrben, úgyhogy kattints és vedd fel velem a kapcsolatot, és bízz profikra az ingatlanodat. Ennek a videónak a cím, amikor rosszul választott ki a bérlőd. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azt a bérlőt, ugye ezt okítom megint csak az ingatlan sámok klubjaimban, mind a kettőben, hogy van egy bizonyos folyamat, egy szűrő, amint te ha keresztül viszed, akkor tulajdonképpen nem tudsz szinte biztos, hogy nem tudsz rosszul választani. Viszont nagyon sokszor van úgy, hogy ismerős ajánlás útja jönnek a bérlők. Na, ezeket kell talán még jobban megszűrni. Itt például nézd meg az ajánló személyét. Én voltam így. Egy ilyen bérlő volt, akit ki is kellett tennem, ott volt egy ajánló, és az ajánló személye akkor még úgy gondoltam, hogy jó, hogy a végén ki kellett tennem őket, tehát hogy mégsem volt annyira jó az ajánló személye. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt nézd meg. Illetve saját magadnak állíts fel egy szűrőt, ezt a klubjaimban egyébként oktatom, tehát most nyilván nem adok le egy 5 órás előadást, de nagyon fontos, hogy egy azon a szűrőn te húzd keresztül azt a bérlőt. Nézd meg nyugodtan egyébként az, hogy igen, dolgozik-e, hol dolgozik, mennyi pénzt keres, mennyi pénzt kap ő bankszámlára. Ugye ez is nagyon fontos, mert így nálam is elbuktak, hogy dolgoz, ó igen, igen, és ó, dolgozik mindenki, ó, mondom, ilyen szuper, és ki mennyit keres, elmondták, hát mondom, gyerekek, ez egy álom, nem is értem, miért nem vesznek ugye ingatlant, aztán megértettem, mert hát alkalmi munka, naponta fizetnek, hetente fizetnek, bankszámla, hát az nincsen, mert nem tudom, milyen hitel, meg akármik vannak, és az nem jöttek ki ebből a dologból jól, tehát ez is lehet egy intőjel. Hozzáteszem, hogy egyébként ők is fizettek én nekem, csak ugye hetente, aztán végén, hogy ez nekem nem passzív, tehát aztán végén én ezért búcsúztam el tőlük, nem azért, mert nem fizetnek, hanem hogy én passzív, tehát én egy boldog ingatlan befektető akarok lenni, aki szereti a passzív bevételt, ez pedig nem volt az, mert hetente, ahogy mennem kell a pénzért, az nem passzív, legalábbis én nekem. Jó, de igazából mindenképpen végig húzd végig a szűrőn. Ezt a kérdést nyugodt szívvel tett fel neki, hogy hol dolgozik és bankszámlára mennyi pénz érkezik, tud esetleg kereseti igazolást hozni. És azért is kell most már még jobban megszűrni a bérlőket, mert ugye a rezsi, ez a rezsihasz nem mindig sikerül a kormányoknak. Úgy gondolom, hogy az időjárás jobban mellettünk van, mint a kormányunk per pillanat ezzel rezsivel, mert legalább kint jó idő van. Tehát nem kell még most sem fűteni, hál' Istennek. De a viccet úgymond és a komolyságot is félretéve, tehát hogy a rezsi miatt is, tehát ha most benézel egy bérlőt, és ott ő a rezsit nem akarja fizetni, vagy nem tudja fizetni, ott nyugodtan mondhatom, hogy egy 500 000 forint olyan gyorsan összegyűlik, hogy öröm nézni. Régen ez 100-200 000 forintnál már lehetett egyébként kapcsolni az ilyen oldalamon, tehát akik bérbe adtak ingatlant. Most ugyanez körülbelül azt olyan 500 000 forintra teszem, hogy ott kezd egy hú a francba, itt valami gond van. Jó, ezt kézbe lehet nagyon erősen tartani, ugye ki mennyire csinálja, hogy utána néz mindennek, stb. De nem mindenki ilyen típusú ember, valaki egy hónap egyszer foglalkozik vele, vagy két havonta egyszer, és ezzel vigyázni kell. Én csak erre akarok kiukadni, hogy nagyon rossz, tehát meg kell választanod, és tényleg állíts fel saját magadnak egy ilyen szűrőt, és a kereseti igazolás és a munkahely az mindenképpen legyen benne. Mert ha ez benne van, akkor én gondolom, hogy egyébként akkor is tudsz rosszul választani, de az elvi esély azért megvan rá, hogy ők azért fizetnek. Alapvetően biztos vannak azok a bérlők, akik eleve úgy jönnek oda, hogy nem akar fizetni, őket tudod szűrni az árral, illetve a kaució mennyiségével, tehát kérdezte fél év kauciót, akkor ez fel sem merül benne, hogy onnantól nem fizet. Jó? De ez a lényeg, hogy őket is lehet szűrni, tehát a nem fizetőket, akik szinte házról házra vagy ingatlanról ingatlanra járnak, de nyilván az a réteg, aki olcsó, minél olcsóbban, nem kell kaució, nem kell ez, nem kell az, adok ennyi pénzt, hadd költözzek be többit majd, mint a 2 nap múlva, jó? Tehát, hogy ezekre már ne üljünk fel. Én azt mondom nektek, győri vagyok, aki Győrben nem talál munkát, az olyan nagyon nem is erőlteti meg magát a kereséssel, az biztos. Szerintem itt lehet munkát találni még most is. Nyilván majd azért lesz egy elbocsátási hullám, és szerintem nem is kicsi, hát ott még jobban kapaszkodni kell mindenkinek. Egyébként nekünk bérbeadóknak is, hogy ténylegesen, na ott derül ki, hogy milyen bérlőt választottunk, hogy Isten igazából. Úgyhogy kattints, bízz profikra Győrben az ingatlan kezelésedet, és akkor remélem előbb-utóbb találkozunk. Szia!